Miért jó neked, hogyha DXN-es törzsvásárlói fiókot regisztrálsz? Sziasztok, elmondom nektek röviden, hogy mi az előnye annak, hogyha az ember regisztrál az oldalamon egy ilyen törzsvásárlói fiókot, mint mondjuk bármely más webshopban, ahol mondjuk cipőt akarsz rendelni, vagy kerékpár alkatrészt, vagy bármit, amit te szeretnél online. Ugyanúgy be kell regisztrálnod, meg kell adnod az e-mail címed, a neved, a telefonszámodat, hogy a futár el tudjon érni, hogy mikor viszi a terméket, tehát a szállítási adatokat is meg kell adnod, hogy hová vigye a futár a terméket. Ugye nem muszáj a lakcímedet megadni, ha te máshova szeretnéd kérni munkahelyre, mert éppen ott leszel, akkor azt adod meg. Jó, tehát nagyon-nagyon hasonlít bármi más webshophoz, egyetlen egy különbséggel, hogy itt a vásárlásaid után kapsz vissza pénzt, úgyhogy ezt a következő vásárlásodból le tudod vonni, tehát annyival kevesebbet fizetsz, és minél több terméket rendelsz, annál több pénzt fogsz tudni majd később levásárolni. Amúgy jelezném, hogy ez egy nagyon jó példa, ezt az is mutatja, hogy már láttam több céget is, több webshopot, ahol ezt alkalmazzák, hogy a vásárlásaid után te szépen gyűjtögetsz a kis számládon forintokat, amit a következőből le tudsz vonni. Tehát rendeltem legutóbb én is így kerékpár külső gumit magamnak. És még egy nagyon fontos dolog van, amit itt meg kell, hogy jegyezzek, hogy az, tehát megint csak hasonlóan más webáruházakhoz, ahol mondjuk veszel magadnak deszkárcipőt, cipőt, pólót, akármit rendelsz az interneten, attól, hogy te ott vásároltál, neked még nem kell azokat a cipőket árulnod, vagy reklámoznod, vagy forgalmaznod, jó? Ugyanígy a DXN-nél is attól, hogy te megveszed mondjuk ezt az oroszlánsörény gombás kávét, többek között, ugye, mert van rengeteg dolgunk, vagy ezt a Rosé tablettát, amiről hamarosan fogok videót csinálni, ez még most nekem is új ez a termék, attól neked nem kell ezeket forgalmazni, jó? Tehát te simán saját felhasználásra vagy családnak ugyanúgy megrendeled, mint bárhonnan máshonnan a dolgokat, és nem kell attól neked az üzlettel foglalkozni. Nincsen semmilyen kötelezettséged, tehát nem kell havonta vásárolnod, nincsen minimális ilyen limit, hogy valamennyit muszáj megvásárolnod, ha csak egyetlen egy darab ilyen rozettablettát rendelsz, vagy egy szappant, vagy egy doboz kávét, azt is megteheted. Oké? Tehát semmi kötelezettséggel nem jár, ingyenes a regisztráció, ugyanúgy, mint bármelyik webshopban, ahol regisztrál az ember, tehát nem kell tőle félni. Jó? Attól, hogy igen, ez egy MLM üzlet, de ez az MLM üzlet, ez a termékeken kívül is, fordítva mondom, jó, tehát a termékek azok az üzleti lehetőségen kívül is működnek, tehát ugyanúgy kávéról van szó, amiben van egy gyógygomba, de most nem megyek bele ezekbe, mert nem erről akarok videót csinálni, hogy miért jó a kávé, vannak erről is videók, jó, tehát attól nem kell üzletelned. Igen, az ember, aki foglalkozik vele, az kereshet vele pénzt, de nem kötelező. Ugyanúgy mondom, ha te cipőt veszel, onnantól neked nem kell cipőt árulnod. Jó? Nagyon egyszerű, tehát nem kell tőle félni. Azért érdemes regisztrálni, hogy te utána törzsvásárlói áron tudjál vásárolni, tehát nem fogyasztói áron, hanem mondjuk úgy, hogy beszerzési áron. Tehát sokkal olcsóbban veszed meg a termékeket, nem lesz rajta az ár is, mint ha mondjuk bemész a boltba, amit te fogyasztói áron veszel meg, oké? Vagy bármely más webshopban, ott fogyasztói áron fogják neked eladni. Tehát így pénz szempontjából ennyivel több így a DXN-nek a webshopja, hogy itt törzsvásárlói áron fogod megvenni, beszerzési áron, jó? Tehát ennyi nagyon röviden, és hogy tudsz regisztrálni, ugye van az oldalam, ez a kbkirály.hu, ott van ilyen menüpont szépen narancsárgában, hogy törzsvásárlói regisztráció, illetve hogyha odamész, hogy termékek, ott vannak mindenféle termékek, ott van az, hogy terméket szeretnék vásárolni, és ott is rányomsz. Nagyon egyszerű, követni kell a lépéseket, mint bármely más webshopban, meg kell adni azokat az adatokat, amiket kérnek, és itt most feltehetnéd azt a kérdést, hogy biztonságos-e megadni. Nekem így a közel 10 év alatt semmilyen hátrányom nem származott abból, hogy én megadtam a szállítási adatokat, az e-mail címemet, a telefonszámot. Egyébként ilyen személyigazolvány számot, meg lakcím, ilyeneket nem kérnek meg adószámot, jó? Opcionálisan meg lehet ezeket adni, úgy tudom később, ha már az ember esetleg így vállalkozás szinten akar vele foglalkozni, de még én erről nem tudok nektek beszélni. Jó, tehát azt a pár adatot meg kell adni, ami alapján neked a futár ki tudja vinni a termékeket. Ha ezzel te így egyetértesz, tehát nem okoz neked ilyen diszkomfortot, hogy ezeket az adatokat megad, akkor ez neked való, hogyha pedig nagyon óckodsz az internetes fizetéstől, vagy így a regisztrációtól, akkor nem neked való. Ja, egyébként attól, hogy regisztrálsz egy ilyen fiókot, ugye semmilyen vásárlási kötelezettséged nem lesz, semmi kötelezettséggel nem jár, ugye ingyenes,
attól még neked nem muszáj online fizetned, tehát a futárnak is lehet fizetni, ugyanúgy, hogy kihozza neked, te meg szépen kifizeted neki a termékek árát, tehát nem muszáj interneten se fizetned. De azért érdemes szerintem csinálni, hogy az ember olcsóbban megvegye a termékeket, oké? Okay? Mindenféle üzletelés nélkül. Na, köszönöm a figyelmet, és akkor hajrá regisztrálni, ugye kbkirály.hu termékeknél is lehet, meg még egy-két helyen szépen nézzétek meg. Aztán mindenkinek jó kávézást kívánok. Sziasztok!